neked van Max és Mia, kérlek, hogy építsd meg a következőt. Maxnek 15 szál virágja van. Így folyik egy matek óra Legó segítségével. A diákok nem pusztán papíron oldják meg a feladatokat, hanem kézzelfoghatóvá teszik az elvont, a kisgyermekek számára gyakran nehezen értelmezhető fogalmakat és számításokat. De nem csupán a matematika az egyetlen olyan tárgy, ahol alkalmazható az újfajta oktatási módszer. A különböző lehetőségekkel a Nyíregyházi Egyetemen ismerkedhettek meg az intézmény oktatói és az általános iskolákban tanító munkaközösségek. A bemutatón elhangzott, a módszer nem csak a tanároknak könnyítheti meg a tananyag átadását, hanem az alapvető információk átadásán túl más területeken is hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez. Ha én visszaemlékszem gyerekkoromra, én is úgy nőttem fel, hogy különböző barkácskészleteket, szerelőkészleteket használtam, és így lett belőle műszaki ember, fizikus, illetve fizikatanár. Ezek a lehetőségek most is meglennének. Nyilvánvaló most nem a hagyományos szerelőkészleteket kellene gyártatni, ahol csavarozni tanítjuk a gyerekeket, hanem a kornak megfelelő eszközöket kellene gyártani, olyan hátteret biztosítani, hogy a gyerekek egyfelől manuálisan tevékenykedjenek, másfelől gondolkozzanak, némi programozás elemeket vigyenek be a gondolkodásba, az építésbe, illetve algoritmusokban tanuljanak meg gondolkodni. Ezek fejlesztésében pedig nagy szerepet játszik az építőkockákkal történő tanulás. Az oktatócsomagok a legkorszerűbb pedagógiai elvekre épülnek, a különböző megoldások olyan gyakorlati tanulási technikákon alapulnak, amelyek segítik a gyerekeket, hogy elsajátítsák a dinamikus tanulás képességét. A diákokat olyan kihívás elé állítja, amelyek arra késztetik őket, hogy használják a képzeletüket, javítsák a probléma megoldó készségüket, valamint a csapatmunkát, a másokkal való együttműködést is segíti. Nagyon fontos dolog, hogy gondolkodni tanítsuk a gyerekeket. Gondolkodás fejlesztéséhez nagyon jó módszer az, hogyha programoznak. Ha ezt ráadásul olyan felületen és olyan eszközzel teszik, amit még szívesen is csinálnak és motiválhatók benne, akkor én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kulcs ahhoz, hogy ezt fejleszteni tudjuk. A bemutatón az is elhangzott, a módszer nem csak az alapvető készségek fejlesztésében játszik nagy szerepet, hanem a programozás vagy a robotika megismerése olyan tudásalapot biztosít, melyek a jövő szakmáihoz elengedhetetlenek lesznek.